Kezét csókolom, jó napot kívánok! Köszöntöm a Hívízi Városi Televízió nézőit. MB2 délnyugati csoport, a fekete-fehér mezben játszó hívízi csapat vendége a Nagyatád. Rinya Menti, ahogy a csapat pontos neve mondja. El kell, hogy áruljam, hogy egy nagyon nagy tradíciójú ellenfél, akik stabilan harmadikak a bajnokságba. Hívíz 8., mondanom se kell, hogy így bizony a vendégek, az esélyesek. Balogh Blanka, bravo, bravo, Blani, kellenek a góljaid. A fiatal még mindig 10 éves átlövő láthatólag örömmel vette, hogy az első lövése betalált. És akkor nézzük a Hévíz szokásos összeállítását. A kapuban a csapatkapitány Molnár Anna, Fekete Luca a szélen, Pem a másik szélen. Két Burkhardt középen, hármas védőben, Holzberg Zsófia jobb kettőben, az előbb említett és gólszerző Balogh Blani pedig bal kettőbe. Óriási lövést, nagyon jó volt a blokk, bravo, bravo, blokk. És egy Molnár Anna indulás, na nézzük meg, mit lehet ebből összehozni. Hát egy gólt, persze. Nyúlt a mez is, Fekete Luca még mindig csak 16 éves, a Hévízi Bibó gimnázium tehetséges játékosa. Molnár Anna remekül indított, azt kell, hogy mondjam, ebből kell sok, és nagyon örülök ennek a két gólnak, mert én, bravo Anna, állított a Hévízi kapus mellett a kapufa, mert én megmondom őszintén, hogy ott voltam legutóbb Gárdonyban, és akkor csalódást okozott a csapat a Pázmend ellen. Ragyogó, Burkhardt, Lukrécia, becsorog az is, 3-0, így kell kezdeni egy hazai meccset, bravo lányok! Szóval Gárdonyban csalódást okozott a csapat, minősíthetetlenül gyengén védekezett, és ennek következtében tucat szám kapta a gólokat, és nagy arányú vereséget szenvedett. Közben egy mellélövés. Remélem ma ilyen nem lesz, megpróbálnak pariba lenni. De és amiért örülök az első két gólnak, mert Burkhardt Lukrécia kitette a lelkapufa, Burkhardt Viktória volt, a lelkét, húha, ez elég csonya volt a beforduló játékosnak. Villan a 2 perc, és meg kell, hogy dicsérjem Borsóné gyors intézkedését, Borsóné és Lakatos, a két játékvezető Győrből érkeztek. Ez nagyon csúnya volt, ahogy a szélső Pem tímelt lekapta. Na, szóval amit hiányoltam Gárdonyban, a szélső játékot, a szélső gólokat és Balogh Blanka góljait. Nem volt ott eredményes, most Blani jól kezdett, és már volt egy szélső gól is. Burkhardt Lukrécia pedig azt mondom, ott folytatja, ahol abba hagyta, fantasztikusan játszott Lujo. Gárdonyban 10 gólt lőtt, és a mező legjobbjának számított. No, de nézzük meg a nagyatádiakat. Miért félelmetes ez az ellenfél? Hogyan tudnak ők harmadikak lenni ebbe az erős bajnokságba, értelemszerűen a Szekszárd és a Pécs mögött? Mindegyik együttes közelmúltban NB1B-be játszott. Csak zárójelbe jegyzem meg. Holzberg, Burkhardt, nagyon jó labda, be kell lőni mellé. De kár volt, Pem tíme, a Burkhardt Viktória remekül húzta le a zsugát jobbra. Az ilyeneket nem szabad elhibázni. Na szóval azért jó csapat ez, mert azért még az NB1B-ből azért néhány játékos van itt. Itt látom még Patakot, Hornot, Brezovskit, Fintát, Tormát, és itt van Druzsik is. Nagyszerű kapus, közben szépítenek a vendégek. Horn Módika szerezte az első góljukat. 3-1. Igen, aggódva tekintek az MB2 egykori kiemelkedő csapataira, ahogy szűnnek meg a nagy bázisok, tűnnek el a Fellegvára, gondoljunk bele egy Tolna, Tamási, Pécsvárad, Bácsbokot, stabil, stabil, másik vonalbeli együttesek voltak. Egy nagy védés, úgy látom, Holzbert egyszerűen lekövette, Torma, könnyedén, jobb kézzel kiterelte a labdát, és a vendégeknél úgy látom Patak irányít, egy szélvész, gyors játékos, láttam sokszor még játszani, villámléptű. Hort gyönyörű volt, fölé vágta, érdekes, mert a cser nagyon egyszerű volt, Molnár Anna nem is robbant ki a kapuból, az átlövő viszont fölé bandázott, közben ezt Holzberg elszúrta, nagyon rossz passz volt ez. Jöhetnek az atádiak. Szóval eltűnt egy csomó hely, majdnem Tolnát, Tamásit fájlalom, NB1B-be Hévízzel is sokat játszottak egymás ellen, nagy csaták voltak, és bizony Nagyatád még megmaradt, de ami nekem feltűnt,
hogy egy dologban nagyon hasonlítanak a hévíziekre, rendkívül kevés játékossal érkeztek. Én kíváncsi vagyok, hogy főleg Horn és Patak mennyit bír majd játszani, mennyit lesz, itt nézzük csak Patakot, ismeretetlenül se lesz. Ez is egy szép lövés voltám, itt a második 3-2. Szóval azt akarom mondani, hogy végül is klasszisok vannak náluk, kérdés, hogy bírják-e 60 percen keresztül. 3-2 a Hévízi a vára, de jó ezt kimondani. Első fél két meccsen vesztett a Hévíz. Balogh Blani, el kell engedni Blanka, bravo, bravo, 4-2. Bravo, remek lövőkedv, siker, 2 gól, hangsúlyozom legutóbb. Gárdony Pázmánd ellen nem talált be egyszer se Blani. Sokat pihentette, le is kellett cserélni Liba Adrien edzőnek. És nagyon kíváncsi vagyok a hévízi védekezésre, kapus teljesítményre. Molnár Anna mellett ugyanis a mai napon itt van Horváth Szofi is. Molnár könnyen védhet megint. Miért? Mert fantasztikus blokk volt, megint egy jó indítás. Nem, ezt nem tudta megfogni. Molnár Anna pedig ezeket nagyon-nagyon érzi. Az NB2 egyik legjobb indító kapusa. Szóval visszatérve a csapat összetételre, sajnos ma is tartalékos a Hévíz, az új játékosok közül ugyanis csak Horváth Szofi van itt, négyes ünneplévén, többiek nyilván hazautaztak Szegedre, Nyíregyházára. Emiatt két kulcsemberet nélkülözi a Hévíz, két új igazolását. Mindketten a NEK-ából érkeztek, és kitűnő teljesítményt mutattak legutóbb. Közben Balogh Blanka védekezésből is kiveszi a részét, jó szerelés volt. Gyerük lányok! Burkhardt Lukréci el fogja lőni, én szóltam, 5-2, bravo Lujo, ma is eddig kifogástalan, mind védekezésben, mind támadásban. Az ellenfél kispadja egyébként nagyon profi stábra utal, Madarász Péter mellett Simon, Barbara edzőként itt van, de itt van Gurbács Zoltán egy gyúróként is. Húha, Burkhardt rántott egyet, ez hetes, igen. Attól féltem, hogy esetleg kiállítást is lesz, de hetes lőhetnek a rózsaszínben játszó vendégek, és Brezovski érkezik. Kiváló hetes lövő az NB2-be. Nem kellett volna mondanom, 5-3. No, bejön-e az 1953-as november 25-ei szerdai nap eredménye, vagyis a Londonban lejátszott magyar-angol határon. Ha gólt lő a Hévíz, akkor igen, ne gyerünk, Blani. Burkhardt, gyönyörű gól. Burkhardtnak jól készített elő most ebben az esetben a kereszt mozgásával Balogh Blanka, Viktória pedig az ilyeneket nem szokta elhibázni. Legutóbb ő sem játszott Holzbauer, sem játszott túl nagy kedve. És ami várható volt, igen, ezt nem szokta a Madarász csapat, ebben NB2-ben csak a Szekszárd Pécs veri őket. Időt kértek, hallgassuk a mestereket. Nem tudom, mit hallottak önök, én elég jól követhettem Madarász mestert. Ő elsősorban azt fájlalta és bírálta, hogy a 2-3-as védő semmiféle sáncmunkát nem fejt ki, ezért lőhetnek a Burkhardt lányok és Balogh szabadon. Itt közben Vidáné, a versenybíró, Holzberg Józsefné jegyzőkönyvvezető, valamint Lanc Katalin, Hévíz szakosztályvezetője látható, illetve hallható. Igen, tehát a védekezésben látta a mester a hibát, a hiányosságokat. Kíváncsi vagyok, ezen mi változik.
patak, remek mozgás ismét. Ismét jön a balkezesnek. No, Molnár Annának ez csemege volt, most viszont nem indított. És azt hiszem, hogy igen, bölcsen tette, szétteszi a karját. Miért álltok, miért nem indultok? Burkart, gyerünk, gyerünk, Viki! Hát ott a helye. Ennyire egyszerű játék ez. Sajnos nem volt gól. Pillanatra átcsúszott a kapuson pedig. Itt viszont jön az okos ejtés, de mellé. Marad a 6-3, szóval akkor a londoni magyar angol. Borsoni, játékvezető Győrből érkezett. Lakatos Ritával együtt Burkhardt. Holzberg, ő ma az irányító, úgy látom, stabilan. Molnár Annának jön az ukáz. Holzberg, Balog, Burkhardt. Jó bejátszás, és most megfogta a kapus. Most megmondom őszintén, Burkhardt Lukrécia, ha elpattintja a láb alatt, vagy ha hosszúba lövi, akkor gól, de ott azt a sarkot, azt nagyon betakarta most a kapuvédő. Torma. Balkezes játékos, hadd lőjön. A jobb átlövőbe, úgy látom, ez nagyon fekszik Molnár Annának. Már a negyedik védését láthattuk Évízi kapusnak. De arra hangsúlyozom, hogy itt van a kispadon, láttam, Horváth Szofi is, bármikor bevethető. 17 éves korosztály egyik legjobb kapusa hazánkban. És remélem, hogy legközelebb itt lesz majd a két új igazolás is. Csamangó Lili és Petruska Dóra. Kezd feljavulni sajnos rutinból a kapus. Kétszer ezt elsütötte Balog, harmadszor nem veszi be. Lépés gyanús volt, de még időbe pattintott az átlövő. Patak, Hord, ők a két legveszélyesebb játékosuk az Atádiaknak. Nagyon nagy csapatuk volt, hú, de szép volt. És becsúszott. Ez hogyha volt Molnár Anna, nagyon mérges. Hord Mónika második gólját szerezte, az eredmény pedig már is 6-4. De a Hévíz javára, ne feledjük el, még egyszer mondom, egy nagy nelmű, bronzéremre váló együttes ellen. A Pécsésze Szekszárd veri talán, ott hosszabbak a kispadok, erősebbek a játékos keretek, de a Csöppi csapatot úgy tudom, hogy Nagyatát meg fogja előzni. Ez megint egy elhamarkodott dolog volt, nem győzöm hangsúlyozni. Spem lőtt el a labdát, muszáj volt neki, mert fölment a levegőbe, de ezeket nagyon könnyen védi Torma is. Jeleztem, hogy komoly kapusok vannak. Jöhet majd a másik kapus is. Druzsik. Az fölé. Mondom, hagyjuk, hagyjuk, hadd lőjön a hetes játékos. Harmadikat durrantott el szerintem. Gyerünk, Burkhardt lányok, Holzberg hozza is a zsugát, Viktória lő, és ott a gól! Bejött, ismét bejött a hosszú alsó. Bravo, bravo, Viki! 2020-ban ő volt Zala megye legjobb kézilabdázója, és a góllövő listán ugyan dobogós volt, de nem ő nyert, de az akciógólban ő volt a gólkirály, akár csak régen Tóth Mári, emlékszünk rá? 196 cm volt az egykori junior és felnőtt magyar válogatott játékos, aki 3 éven át erősítette a Hévíz csapatot, és mind a 3 évben ő volt a akciógólkirály. 9 méteres szabaddobása is életveszélyesek voltak. Horn, kapufa, hetes, Burkhardt leállökött a lövőkézre. Úgy látom is, hogy Brezovski jön. Hangsúlyozom, az NB2 egyik legjobb büntetés végrehajtója, gyerünk Anna. 7-5. Igen, jól mondják, itt a lelátón elküldte a kapust, és utána
Üres oldalba helyezett, jól kivárt a játékos, ahogy mondani szokták. 7-5 a Hévíz javára, gyerünk, gyerünk lányok! Holzbaer, Balogh Blanka, Burkhardt Viktória, jön Blani is. Burkhardt el fogja lőni. Jó a bejátszás, nagyon jó! Ú, gyönyörű volt! Mondhatnám, Heidi Lökét idéző volt, hogy Burkhardt Lukréci egy kézzel fogta meg a zsugát. Fantasztikus játékos Lukrécia. Ő is kétszer volt Zala megye legjobb játékosa, és megmondom őszintén, az NB2-be, hoha, NB2-be kevesen fogják ugye a labdát egy kézzel, mint Lujo. Burkhardt Viktória, Holzberg Zsófia, passzívan, mondja Molnár Anna, és akkor higgyünk neki. Blani ellövi, 5.-6. védése a vendégkapusnak, nagyon-nagyon olvassa a játékot. Ez nem volt jó ötlet, nem tudom miért húzta lefelé Blanka ezt a labdát. 7-5 a Hévíz javára. Na, ez az első eset, hogy megpróbálták a beállót játékba hozni. Ez nem annyira játékelemük. Brezovski egyébként a beállójuk, de én úgy tudom, hogy ő jobbára csak a hetesből lövi a gólokat. Tovább engedtem volna Blani helyébe. Hadd lőjön a jobb kettes átlövő hetes számmal. Semmi nem történt, jöhet a Hévíz. Holzberg, Balogh Blanka. Fekete Luca, nagyon várjuk tőle is már a jó teljesítményt. Luca sokat fejlődött. Tóth Gergő és Gliba Adrien edzi. Egy két helyi diáklányok ide jár a Hévízi Bibó gimnáziumba. Burkhardt, gyerünk lányok, 8. vágányra. Nincs hely, de legalább gyorsan jön a zsuga, és ezt nagyon kilőtte ezt a jobb alsót Burkhardt Viktória le a kalappal a mai játék előtt, hangsúlyozom egy héttel ezelőtt. Nem volt csúcsformában, igaz, a térdét is nagyon fájlalta, ma azonban remekül teljesítették Viki. 8-5, közte 3! Hord, ezek az átemelősök, ne üljünk be neki lányok! Befordulás, először átemelés, utána befordulás. Holzberg Zsófiát dicsérem meg, most remekül védekezett. Hadd lőjön, én engedném. Nem innét jönnek a gólok, nem innét a jobb oldalról. Ezt észre kell venni. Az becsúszik. Blokk, mérgeődik Molnár Anna, de hát becsúszhat, mert az az igazság, hogy beleért valaki. És így pattant ekkorát a labda. Patak volt a gólszerző. Várhatóan itt a gólok nagy részét Horn, Patak és Brezovski szerzi. Az eddigi statisztikáim alapján. Készültem a mai találkozóra, végignéztem az Otát korábbi meccseit. Hát nagyon érzi ezt Burkhardt Viktória, és nem tudják eddig negyedik gólja kifogni a szelet a vitorlájából. Ezt a jobb alsó csapottat szinte ütemtelenül lövi el, és úgy veszem észre én, hogy ennek okán itt könnyű gólt szerezni, 9-6. Közte 3, bravo Hévízi lányok! Nem győzöm dicsérni mai nap a fekete-fehéreket, azt már lemaradtunk, volt egy kis mellkasfogás is. Patak! Jó, mondja be a figurát, hadd lőjön. Igen, köszönjük meg. Burkhardt elnézést kér, rátartott a lövőkarra, de hát ez benne van ebben a játékban. Kitűnően védekezik a két Burkhardt középen. Nem is egészen értem, hogy miért ott akarnak lőni. És Burkhardt Lukrécia pedig tőle megszokott sportszerűséggel segítette fel az irányítót. Nagyon elkészült. Most sajnos ez 2 perc lesz. Igen, lent maradt a játékos, és nincs is vita, Burkhardt lejön. Nagyon érezte ő ezt, már az előbb is figyelmeztették, volt egy sárga lapja. Jön Horváth Szofi, nézzük meg hát, ha olvassa Brezovskit. Vitatják itt a kiállítást. Hangsúlyozom, sárga lapja volt, és az előzőnél már féltem, hogy piros, hogy 2 perc lesz. Gyerünk, Szofi! Állj, beleért pedig! Kicsim mullott.
hangsúlyozom, kitűnő képességű kapus. És benn is marad? Nézzük meg, mit fog ő produkálni a kapuba. Nagyon kíváncsian várom a teljesítményét. Pem. Fölé durrant Balog, de az igazság, hogy Feketének mondják is, hogy bátran bevihette volna az előbb, úgy láttam én is a zsugát. Kitűnően védett Molnár Anna, de mégis jött a csere. Meglátjuk Szofi, hogy teljesít ma. Szép volt a csere, de semmi erőtlen. Másodszor viszi be egy Pem Tibi. Nincs erő ebbe a lövésbe. Nagyon fiatal játékosról van szó. Emberelőnybe az Atádiak. Hú, ez bátor játék volt szélre. Nem lövik el, jön vissza a zsuga Hornak, mintha nem ismernének lőni mások. Szélsőt hagyjuk, igen, és ezt nagyon jól érezte Szofi. Nagyon kíváncsian várom az ő kapus teljesítményét, és nagyon ajánlom figyelmükbe. Én láttam most a héten, elmentem a NEK a 2 Szombathely NB1-es ifjúsági bajnoki rangadóra. NEK a 2 a tabella második helyen állt, Szombathely harmadik. Fantasztikus meccs volt, közben Balog megint bevés egyet, nem győzőbb a dicsérni. 10-7, közte 3. Szóval a lényeg az, hogy azon a mérkőzésen a 48. percben jött be Horváth Szofia kapuba. Volt Péter együttesébe, és úgy de szép volt. És egészen fantasztikus 3 védése volt. 10-8. Tartja ezt a 2-3 gólos előnyét a Hévíz, és ez nagyon jó, bár így maradna a félidő végéig. Megvan a hévízi csapat, közben kiegészültek. Reméljük nem lesz több kiállítás a Burkhardtnak. Múltkor ijesztő volt, mert már az első félidőből összeszedett 2 percet. Gyerünk Zsófi! Az is jó játék volt. Rángatják Pem mezét. Burkhardt megtalálja Lujot, igen. A két Burkhardt remekül. 11-8, csak dicsérni tudom a hévízi lányokat. Ott van szembe egyébként, kamerában bal oldalon látható Burkhardt úr. Nem csak a két Burkhardt lány, hanem a harmadik édesapja is, hiszen a harmadik is Burkhardt Rozália. Ott nőtt föl a Győri Kézilabda Akadémián, és magyar bajnok is volt az Audietto KC-vel, hangsúlyoznám, felnőtt csapatban. Szép tempót ment megint Patak, és úgy veszem észre, hogy Patakot lehozzák, 11-9, ez meglepte ezt a lövés Horváth Szofit. Patak tehát csak támadásból úgy látom, próbálja kímélni a mester, és igaza van, mert az egyik legértékesebb játékos a pályán. Balog. Ezt a labdát nem birtokolt alul, jó. Burkhardt Viktória. Holzberg Zsófia, Burkhardt Viktória. Balog Blani. Holzberg. Jön a dupla átfutás, tessék nézni. Ellövi, és hibátlan ma Burkhardt Viki. Vajon most mit mond Burkhardt apuka? 12-9. Nagyon szigorú kritikusa a lányainak. Békés Csabáról származik egyébként a csapat. És egy jó védés Szofitól, mármint a család, a Burkhardt család, és jelen pillanatban pedig Őrtilosban élnek. Onnét kerültek a lányok is. Horváth megint véd egyet, jó volt Szofi. Már rossz az indítás, nagyon rossz. Kár ezért az elszólt labdáért. Már jön is vissza a vezér, Patak. Anna adja tanácsot, ezen nevetett itt a kispad. Versenybírói asztal, mondta Molnár Anna. Horváth Szofinak adjad neki bátran. Szép játék, hoppá. Ez talán első alkalommal sikerült.
Igaz, nem is annyira erőltették ezt, 12-17 vízjavára, de ez jó váltás volt a vonal előtt. Burkhardt Viktória, nagyon el jobb alsó. Megint megjátsza, parádés játék, bravo, bravo Hévíz, ez fantasztikus. Ahogy elfordult Burkhardt Viktória, semmiféle zárást nem kapott, és jobb kézzel, szinte hátra sem nézve, visszaadta a labdát hugának, ez szenzációs volt. 13-10. Kitűnő eddig a Hévíz minősítése. Nem véletlen, hogy Gliba Adrián nem kért időt. Kíváncsian várom, hogy bírják csere nélkül a lányok. Sajnos a jobb kettes átlövő leszokott a lövésről. Ha lő, azt nagyon szeretem én. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy olyan, ez is meg rosszabb volt. Nem tudta birtokolni Pem. Szóval az a lényeg, hogy ezek az átlövései, anélkül, hogy zavarnák rá, jó méterre mennek fölé. Ami kaput talált, azt meg egy kivétellel fogta Molnár. Tudom, mit lehetne tenni, de védekezésben kizárólag jobb oldalra koncentrálnék, ott a Holzberg Burkhardt Viktória vonalra. Innét jobbról nem jön a veszély, ott jön bal oldalon. Ez megállíthatatlan, és be is lövi, végigviszi, ha meg nem, akkor nyilván hetes lett volna. Azt kell, hogy mondjam, Hort kitűnő játékos. 13-11, és akkor mégis van Hévíz időkérés, igen. Elsősorban azért, hogy szusszanjon a csapat, hallgassuk kisné Gliba Adrián szavait. Holzernek magyaráz, ő jött be Pem helyére. 22-essel Borsi Bianca, róla majd később. A régi új játékos. Ma egyébként Horváth Laura is hiányzik a csapatból, tehát három hiányzó is van ma. Burkhardt Viki, ezt szeretem, adja az tanácsot, 31 éves, tapasztalt játékos, két gyermekes családanya, sok nagy vihart látott már, Győrött 18 évesen, a legnagyobb ígéret volt, amikor jött a katasztrofális tért, sérülése, majd műtétje, Konkoly-féle csapatba került volna föl, Győri Adó Eto KC első együttesébe, ki tudja, lehet, hogy ma már BL győztesnek vallhatta volna magát. Ő adta a tanácsot, nyilván a blokk és a kapus működéséről. 13-11. Holzberg Zsófia. Balogh Blanka. Jó, hogy fütyültek, mert különben lépés lett volna. Jó volt a húzás pedig. Messze fölé. Megérte sajnos a Hévízi játékos a vendégek hetesének lövő formáját. Patak. Jön Móráth Juli is. No, még egy fiatal tehetség a pályára. Félidő vége felé. Ezt nehéz lesz megállítani. Ezt is fogja Horváth Zsófi. Bravo, bravo. Ez sajnos két perc. Ez az, amitől féltem, Burkhardt Lukrécia másodszor. Ez az, amitől féltem. Brezovski. Jön Móráth Juli ötössel. Gyerünk, Szofi. Nincs meg, 13-12. Nagyon biztos kezű Brezovski. Fél idő vége felé jövünk. És most itt a pályán Borsi Bianca. No! Gratulálunk, Bia, visszajött, visszatért a csapathoz. Ez egy nagyon szép dolog. Csillagos ötös klubhűségből, és csillagos ötös mindazért, amit a szünetben tett. Három gyermeknek adott életet az elmúlt három esztendőben, amikor abba hagyta a játékot. Hévíz egyik legtapasztaltabb, leghűségesebb, legrégebbi játékos a Borsi Bianca. Valamikor a nővére is itt játszott, és született egy gyermeke, majd gyorsan utána ikrek jöttek. Morácz ezt nagyon elkapott, de senki nem mondta neki szerintem a tapasztaltak közül.
Szóval a lényeg az, hogy Borsi Bianca visszatért, ő a balszélső, és nagyon várom már a góljai gyorsaságát, nyilván idő kell, míg felépíti magát, de hát az varázslatos volt, ugye emlékszünk, amikor Molnár Anna indította, és ő pedig szórta a gólokat. Gyönyörű gól. Belefütyültek, de hetes. És egy sárga lap Morásznak. Kétkezes lökés volt. Jön Brezovski, és ezt nem annyira szeretjük. Sorra dobálja a heteseket a nagyatát. Hát bizony Hévíz nem kapott ilyen büntető lehetőségeket. Gyerünk, Szofi, meg lehet egyet csípni. De nem ez, 13-13. Most először egyenlít a vendégcsapat, széles a repertoár. Ne feledjük el, hogy ember hátrányban vagyunk. Szemburkart Lukrécia, lent van Borsi Bianca. Szélvész, gyors szélső volt. Egy időben Cigány Nóra mellett, akivel egyébként nagyon jó barátságban is vannak. Hévíz legjobb szélsője volt, ugye. Nóri balkezes volt, Bia jobbkezes. Nagyon örülök a visszatérésének. 150. Hévízi bajnoki mérkőzéséhez közelít. Hoppa! Ennyien bizony kevesen játszottak a Hévíz csapatában. Tudjuk, hogy Lanc, Holzberg, Liba, akik legtöbbet játszottak, meg a Major lányok, Golovko, Burkhardt, Morácz, Burkhardt, Viktória, megvan a Hévíz, Vilki. Ott alul jó, igen, kéri, és most jól védekeztek ellene. Nem tudta betolni őket. Jó lenne egy gól, ne adjuk át a vezetést. Holzberg, Burkhardt, Viktória. Megy, küzd, harcol, ezt nagyon szeretjük tőle. Burkhardt, Viktória. Ho-ho! Fesztivál van, fesztivál! A fél tucat, 14-13. Azt hittem húzza a húzott jobb alsót. Na, csettint? Nem tapsol Burkhardt apuka. Ő mindig többre vágyik, még többet, de látom, itt van anyuka is. Talán ő egy kicsit az elnézőbb, a kevesebbet is ünnepelni késő képes, hiszen itt vannak az unokák, és vigyelni kell rájuk a leláton. Bravo! És nagyon értékes a védő munkája a két Burkhardt lánynak, hármasban vannak. Oha, sakmat volt. 14-14. Ne feledjük el, hogy amióta Fehér Kitty elment, azóta ő is gyermeket szült, egyébként gyermeknek adott életet. Úgy tudom, már a másodikat várja. Szóval azóta a két-hármas védőposztot két Burkhardt lánynak kell megoldani. Viktória egyébként nem tudja, de ünnepel ma, statisztikáim szerint 51-szer játszik a Hévízbe. Gyönyörű volt ez is. Hetedik gólja. Nincs két perc? Van két perc. Egyértelmű volt. 15-14. Ott nagyon csúnyán rálőttek. Nem is tudom, miért nem megy oda valaki hozzá. A hazaiak közül. Most érkezik kis Négliba Adrien. Hévíznek a kispadján egyedül ülő. Ő ül a tartalék játékosokon kívül. És jöhet a taps, mert Burkhardt talpon. Jön a büntető, be kell lőni, gyerünk, gyerünk lányok! Hadd legyen egy kis előny a fél időre. Nézzük, ki jön. Holzberg Zsófia? Nem középkezdés. Hát megadták a gólt, nincs büntető. Hadd lőjön. Én azt mondom. Jó védekezés, bravo, bravo! A kis Morácot tudnám dicsérni. Burkhardt Viktor értelemszerűen lejött, nem tud visszamenni már be fél időbe. Morácz remekül védekezett, ez viszont becsúszik, kár. Ez volt a 14. góljuk a vendégeknek. Jó lenne egy kis vezetéssel szünetre menni. Gyerünk, Holzberg, Morácz, Holzberg, Burkhardt, Lukrécia kijött most a falból, nem ütteti, vereti magát, de megkapja a sugát, egy pillanatra visszalép, könnyed gólt lő. Bravo, bravo, Lujo, így vezetés lesz a fél időben.
kérdés, hogy egy vagy két gólos. Sokszor ezek a kis pöttyintett labdák érik a legtöbbet. Horváth ezt is fogja. Ez is hetes. Szerintem a hatodikat lövik. Azért ezt egy kicsit megmondom őszintén, sokallom. És Horváth Szofi megfogja. Bravo, bravo, Szofi! Egy remek kapus. Hangsúlyozom, 17 esztendős hölgy, moson Magyaróváron nevelkedett. Nagy ígéret a magyar kézilabdának. Becsúszik? Nem, sajnos nem. Akkor viszont jöhetnek még. Vége, jó, nincs baj belőle. Hát azért jobb lett volna 17-14, de ne elégedetlenkedjünk a bajnoki tabella a harmadik helyzet ellen. Hévíz Nagyatád a félidőben 16-14. Következik a második félidő, és nekem nagyon sokat tett az a pillanat az előbb itt a szünetben, amikor azt láttam, hogy Molnár Anna megveregeti Horváth Szofit. Gondoljunk bele, a két sportember két hete ismeri egymást, de már jó az együttműködés, a biztatás, és ne feledjük, Szofi az első félidőben 6 védéssel vetette észre magát, Molnár Anna 5-öt hárított, igaz, hogy Szofi több gólt kapott, tehát körülbelül statisztikák is hasonlóak, Patak, és nagyon kíváncsian várom. Horn elvesztette, ez az? Induljunk, lányok, Morác! Így nem fogunk. Ami aggasztó számomra, hogy nem jött vissza Burkhardt Viktória viszont. Morác el fogja lőni, óriási gól. Bravo, bravo, Júlcsi! Hát ezekre van szükség, a fiatalok bátorságára. Ne feledjük, 10 éves játékosokról beszélünk. 17-14-re 3 góllal vezet a Hévíz. Csak bírják ki végig. Mindig az utolsó 10 perc a kritikus, mert kevés a cserei lehetőség. Ráadásul most Morásznak 3-asba kell védekezni. Horn. Engedjük lőni a 7-es játékost, könyörgöm. De lőhet a szélső is. Óriási gól. Ezt már Molnár Anna kapta. Fölveste a Horn rendesen a jobb felsőbe. 17-15. Hozber Morácz. Fantasztikus teljesítményt nyújtott az első félidőben Burkhardt Viktória. Nagyon sajnálnám, ha nem jönne vissza. Baloblani, Morácz. Előbb remek gólt lőtt. Húha, nagyon keményen. Na hát ez az. Brazovski volt, a beállós. Sziklaként állt előtte. Nem sokat villantott ő állós játékból, de a büntetőket egy kivétellel jól értékesítette. 5-5 lőtt. Morácz, bravo! Be kellett volna vinni, Júlia! Ott volt a hely. Ennyi. Passzív lesz. Uha, Borsi. Morácz, jó volt a húzás! Lőni kell, passzív van. Én azt hiszem egy vagy két érintés. Igen, nincs annyi idő Julinak, hogy 5 méterről fusson rá. Közben Burkhardt kihozta a labdát, ez itt nagyon szél lett. Nincs meg, egyébként is passzív volt. Nem volt gördülékeny ez a támadás. 17-15 a Hévíznek. Ezt nagyon szeretjük, ezeket a jobb kettes megoldásokat. Burkhardt Balog, na, mi lesz ebből, gyerünk. Holzberg el fogja lőni, nem. Morácz lehúzza szélre. Gyönyörű, be kell menni. És ott a gól, hát ezt mondom. Ezt várjuk, Pem Tímea. És ott az öröm, ott a boldogság. Hát miért nem gyakrabban, lányok, 18-17-5. Nagyon hiányolom az átlövő gólokat. Ugyanúgy most, ahogy Burkhardt lement, jöjjenek a szélső gólok, amelyekben nem volt részünk Gárdonyban. Gyerünk! Fekete az elején lőtt egyet, azóta nem láttunk belőle. Hú, ezt tovább húzták. Ez nagyon jó, ez nagyon fekszik nekünk ez a húzás. Kiismerhető bizonyos fokig a Nagyatád játéka. Lehet, hogy pönnyű persze kintről, és bent nem úgy van, de én így látom. Nagy védés, Anna, Molnár Anna!
Nagyon jó volt ám ez a patakféle elhajlás. Aztán fölvéste. Morácz. Uha. Ez nagyon gyenge lövés volt. Fizikailag azért nem elég erős Júlia. Kellene oda még pár kiló izom. Közben nézők is visszaértek. Nem mondom, hogy a büféből, mert a hévízi sportcsarnokban az nincs. Majd talán az újba lesz, az már épül egyébként. Futballpályával szemben. Hát ez érdekes volt, ahogy ezt eltotyorogta Horn. Patak. Jó védekezés, Holzberg Zsófi, megdicsérjük. Kemény ellenfele van ma. Hagyjuk, hadd lőjél. Remek volt Morácz blokja, itt van közben Burkhardt Viktória. Melegítőben, nem látom, hogy készülődne vissza, lehet, hogy megszédült ott. Nagyon tudja ezt Horn, elhajlás, visszalövés, 18-16, mi lesz ebből lányok? Azt hiszem, nagyon izgi lesz a vége. Holzberg Morácz. Itt van Czafics Zsolt. No, egy kiváló labdarúgó. 292-szer játszott a Hévízbe. A 21. században legtöbbször. És Balog belővi, persze, itt a negyedik Blani. Kell ez, 19-16. Czafics Zsolt. A női csapat egyik legnagyobb szurkolója, a Gyenesdiási sportember. Több mint 10 éven keresztül erősítette a Héviszt, és ne feledjük, az a bizonyos Czafics Zsolt, Buza Barnabás, Szabó Balázs féle középpályás, az bizony ott az NB2-ben, második vonalban az egyik leghíresebb volt. Buza Barnabás mind a mai napig játszik. 1999. március 6-án játszott először a Hévíz csapatába. 12-ben abba hagyta a játékot. Utána az egyesület elnök helyettese lett, szponzorálta a női kézilabdát. És most, amikor nagy szükség volt, akkor 9 év után, 42 évesen visszajött. Középhátvéd, középpályás, remek teljesítmény, Molnár közben ismét fog egyet. Jól véd ma a csapatkapitány, de ebből hetes lesz. Na, most is Brazovski jövi? Á, csodát! Itt van Patak, nagyon biztos kezű. Igen, Burkhardt mondja, hogy elengedte. El kellett, hogy engedje, hiszen harmadik kiállítása lett volna. 19-17, kettővel megy a Hévíz. Meddig, meddig bírjuk, lányok, de már kellene, hogy visszajön Burkhardt Viki. Közben Madarász szakvezető mondja az utasítást. Pataknak, igen. Most kellene egy picit a biztatás, és plusz energia kell. Morácz ellövi, ezt könnyedén védte, azt kell, hogy mondjam, a kinyúló kézzel Torma. Kicsit, mint a stabilabb lett volna a vendégvédelem most. De hangsúlyozom, a gólgyáros Burkhardt Viki a kispadon. Morácz! Nem lehet elmenni, nem lehet. 19-17, kettővel megy a Hévíz. Holzberg, lehúzzuk szélre, igen. Már nem látom az edzőtől pontosan. Ez pedig védőről pattanó blokkolt labda volt. Jöhet Borsi Bianca. Nagy öröm, hogy újra itt van a csapatban. Szerintem hétről hétre javulni fog a teljesítménye, és még sok öröm lesz. Passzív játékban el kell lőni, fel kell adni Burkhardt Lukréciának, nyilván ez lesz. És egy jó lövés. Burkhardt lő, könnyedén véd a kapus. Nagyon jó kapus, Torma. Patak. Mostan az Atád dominál, úgy érzem. Patak beviszi, belövi. És még 2 perc is Morásznak. Hát ez nem vicces. 19-18. Nehéz pillanatok. Pem. Jobb oldalon lehozza Timikét, vagy csak utasítást ad? Igen, lejött, és visszajön Burkhardt Viktória. Na nézzük a két Burkhardtot. Most valami fenomenálisat, lányok. Valamit
abból, amit Győrött tanultatok, és már kijönnek emberfogás alá, nincs meglepetés, hát hiszen majd 10 gólt lőtt itt az első fél időben. Viki, el lehet menni ott? Nem létezik, Borsi harcol egyet. Nagy harcos, 3 gyermek édesanyja, nem győzöm hangsúlyozni, Cserszeg Tomajon élnek. Bravo Holzberg, és oda megy a pofonél, Brátran, jól van Zsófi, kell ez a küzdőszellem, kell ez a kihívás. Föladják Zsófinak? Lehet, hogy befordul, visszapassz lesz, itt figyeljük meg. Nem, megforgatja még a szélre, azt hittem visszaadja Burkartnak. Elmegy, ott nincs emberünk. Nagyon fogják Burkart Viktóriát, tessék ezt nézni, ezt a követő emberfogást. Kimenne a mellékhelyiségbe, oda is menne utána a szélső. Holzberg. Malok Blani, Holzberg, nem lehet bemenni. Ne kívánjak lehetetlent, ne kívánjak. A Viki 3 méter talán. Burkart talán tud egy kicsit falazni, lefogja, Viki ellövi. Blokkot kapott. De nagyon nagy szívvel játszik, mert örülök neki. Ott van édesapja, édesanyja, nagylánya. Talán ez is motiválja. No, ez még rippelt is. Nem cserélnek a vendégek, csak ez a patak, védekezés, támadás csere van. Brezovskit nem nagyon játsszák, hadd lőjön. Nem lő már. Jobb lett volna. Én jobban szerettem volna, ha nem a szélső lő, hanem onnét jön a lövés. Én nekem az nagyon fekszik. Fogy az előny. Igen, itt már teljes követő emberfogás van. Nagyon nehéz lesz itt, Burkart elmegy, lerántják. Bravo, nagyon szép volt, Burkart Viktória. Majdnem azt mondtam, hogy Magyarország, de ez a mosoly, ez hévízi mosoly, 20-18. Bravo, bravo, kitűnő teljesítményt nyújt ma az átlövő. Nem és nem tapsol az apuka, azt figyelem pedig már itt egyfolytában lelátón, mikor ünnepli a lányát, de majd talán a végén. 20-18. Patak, húha, megint voltam csel. Megint jön a szélső betörés. Horn Mónika. Nagyon érzi ezt. 20-19. Széttárja karjait Molnár Anna. Nem lehetett mit csinálni. Lehet, hogy kellene egy kis időkérés, egy szusszanás a lányoknak. 20-19, de még mindig a Hévíz javára. 40 perc lassan és egyfolytában a Hévíz vezet. Pem. Holzberg. Balogh Blani. Ma nagyot alakítám, ő is. Bravo Blani. Holzberg, Burkart Lukrécia, megfogja, befordul, kimarad. Azt a betyárját, nincs igazság. Gólt érdemelt, és higgyék el, ezeken az apró dolgokon nagyon-nagyon sok múlik. Ezért nagyon nagy kár volt. Volt az első félidőben is egy, amit a kapus fogott, de ez más lehetőség volt. Itt a kapufa mellé akarta betenni Lujo. Nagy lendület, nagy lövés, várható volt, én szóltam. De még vezet a Hévíz. Nem lesz időkérés. Érdekes, most kijött Holzba erre az emberfogás. Igen, elment Burkart Viki beállósban, nehogy ellőjük. Várjuk meg, két beállós játék van, várjuk meg a helyet, Blani! Nem érezte. Igen, Viki mutatja, ezt visszpasszba kellett volna visszahúzni a másik beállósnak. Tehát ez volt a játék, ez volt az értelme. Egy gól a Hévízi előny, egy gól. Ne törjön meg a lendület, Holzberg be kell vinni! Hetes. Gyerünk Zsófi, nagyon kell a gól. Bent van, vezet a Hévíz.
vezet a hévízést, nagyon kell lesz, nagyon kell, mert az utolsó percben, utolsó 5-6-ban fogyni fog az oxigén, ezt megjósolom. Ismét Horváth Szofia kapuba. Hoppá! Feldobta magát, igen, neki futott a két Burkhardt középen, összezárt. Nem csináltak semmit. Hornes megpróbálta eladni kilóra. Mezőny egyik legjobbja Móni, de ez egy kicsit túl volt játszva. Patak, Horn Mónika. Hadd lőjön, nem lő sajnos, leadta most. Megvan, megvan, megvan Szofinak! Hát hogy ne lenne meg? A hévízi kapufa csak a fekete-fehérekkel van. Vezet egyel a hévíz. Gyerünk, Zsófi. Egy kis türelem, egy kis nyugalom. Mindenhova követi Finta most Burkhardtot. Ott a hely! Ó, de nagy hiba volt, Pem. Istenem. Ezek nagyon-nagyon nagy helyzetek, és gondoljunk bele, mekkora terpesztett a kapus, mennyire fölugrott a kapus. Ez nagy hiba volt. Betyár kiskését, ezeket be kell lőni, nem lehet itt hibázni. Bravo, Burkhardt Viktor, és induló ember van! Na! Megvan még? Megvan. Jó, legalább nem vesztettük el. Nem tudta megfogni Holzberg, de legalább Pep visszaszerezte. Cserélnek, mindig cserélnek támadás védekezésbe, ezt is ki lehetne használni. Nem sok van ám hátra. Burkhardtot kivették megint, nagyobb a hely, elmegy beállósba, nem? Holzberg, baloblani. Holzberg, szépen el... Azért ellőtte, nem baj. Igen, itt egy lerántást próbált eladni, erre a múlt túladal is volt például az előbb. Két Burkhardt megjátsza, figyeljük. Igen, megjátsza. És be is lövi. Óriási. Óriási, amit ma csinál Burkhardt Viktória. Közel a 10-hez, szép volt. Viki mondják a lelátóról. Horn és Burkhardt Viktória mezőn két legjobbja. De ma nagyon jó szívvel játszik a hévízi csapat. És nagyon sajnálom, hogy ma tartalékosak egy kicsit. Mert ha nem így lenne, akkor bizony még nagyobb esély lenne a győzelemre, mert a végén, hangsúlyozom, fogyópajt. Nem kell a falt, hadd lőjön a jobb kettes. Itt van a veszély, itt a szélen. Horváth Szofi is megeszi ezt. Nagyon okos kis gól volt, megmondom őszintén. Finta eddig nem annyira villogott, de most bevéste a másodikat is. Cserélünk. Burkhardt Viktóriára jön ki Finta, a követő emberfogásra. Holzberg visszajön. Burkhardt Lukrécia persze, hogy visszajön. Nélküle nincs játék. De még mindig vezet a hévíz. Holzberg. Ezt nagyon fölölőtte. Ez nagyon rossz volt. Nem is tudom, hogy gondolta ezt. Közben megszerzi Burkhardt a labát, gyerünk Lukrécia! Viki, vidjük be! Jön a szél is! De kellene a szélső gól! Nem. Holzberg! Húha, jó, megrángatták. Kapus cseréltek a vendégek közbe. Úgy látom, torma helyett Druzsik. Még az előnyből, de csak nagyon fogy az idő. Baloblani, ezt nem kell előni, ezeket a félmagasokat, válmagasságokat olyan könnyen olvassa a kapus. Veszi le őket valósággal. Kell a gól, Holzberg, nincs még passzív lányok. Okosan játszani eddig nagyon sikerült. Holzberg elmegy. 2 perc. Nyaktájba jött az ütés, igen. Ez nagy lehetőség. Horn vitatja a döntés jogosságát. Hát talált nekem Zsófi, de úgy látom, hogy ez ajak, nyak volt. Horn Mónika kiállított. Mezőny egyik legjobbja. Burkhardt, Lukrécia. Most kellene egy picit elhúzni, lányok. Mi lenne egy gét tól ebbe az ember előnybe?
van még erő, van még szufla. Gyerünk, Holzberg, jön Burkhardt is. Gyerünk, Viki, jó lesz az! Húha, ezt bemerte játszani? Hát ott nem sok hely volt, hölgyeim és uraim. Mondhatnám, semmi. Van még egy negyed óra, de most meg lassan peregnek a másodpercek. Vezet a Hévíz. Nem, ne kockáztassunk. Burkhardt ellövi, könnyen védi a kapus. Egy gyenge lövés volt Vikitől. Finta, nem siető, nem akar ő itt forradalmat. Békés lejátszást akar Atádi gólokkal. Engedjük lőni. Blanyrak, miért nem mondja valaki, hadd jöjjön a jobb kettőből a lövés. Csere lesz, Holzer visszajön, úgy látom. Kíváncsi vagyok, hogy Pem helyére. Avagy Feketének. Ez jó bejátszás. Nem! Ezt is Burkhardt Lukrécia elhalásza. Nem is tudom, miért volt falt. Na jó, hát azért Holzberg egy kicsit rándogatott rajta. Borsoni és Lakatos egyébként jól vezeti a meccset. Itt is a nagy dráma volt eladva, hát a Burkhardtot le fogják küldeni. Ezt már ki kell védekezni. Igen, ezt mondtam, ezt várjuk a jobb kettőből. Vezet még mindig a Hévíz. Lányok, van még esély. Ez kézbe. Ember előny van. Valamit meg kellene próbálni, egy betörést, talán nem, Burkhardt elviszi keresztbe a sugát, jön vissza neki, akkor viszont ölőni fog. Jajajajajajaj, itt a játék, a Hévízi játék. Burkhardt testvérek kitűnően értik ma egymást, 24-22, mennyi gólpaszt oszt le, nem is tudom számolni. Burkhardt Viktória, ez jó jött ez a két perces kiállítás. Nem sok van ám hátra. Bevéste. Horváth pedig próbált hálítani. 24-23. Most neki is egy kicsit meggyűlik a baja ezekkel a lövésekkel, úgy látom. Kijönnek Burkhardt Viktóriára, Finta követi mindenhova árnyékként. Ki van adva a feladat neki, pedig kellene még egy... Ha lenne még egy 2-3 Burkhardt Viki gól, akkor meg lehetne nyerni a meccset. Anélkül nehezen, Holzer lett a jobb szélső, lehúzzák neki a labbát, elmegy. Ó, nagyon nagy hiba. Ott volt a helyzet, az elgondolás jó volt, hogy a hosszúra pattintott, de nem lehet ilyeneket hibázni. Mindig ide jön ki a helyzet szélre. Törvényszerű, és időkérés van, hölgyeim és uraim, vezet a Hévíz, rendkívüli izgalmak közepette, van még 10 perc, és most hallgassuk a mestereket. Madarász Péter nagyon egyértelmű utasításokat adott. Talán az NB1-ben Gyurka Jánostól hallunk ilyen egyértelmű paradigmákat. A dolog lényege az volt, ezben úgy látom, hogy torma lesz a kapus, hogy Burkhardt Lukrécia elleni védekezésre kell koncentrálni, nincsenek kilépések, nincsenek megelőzések, tehát ott látja Madarász Péter, nagyon higgadtan beszélt a fiatalokhoz, a veszélyt és a problémát, hogy nincs kiiktatva Burkhardt Lukrécia. Nyilván ezt Vikire nem mondja, mert őt követővel fogják. Ez veszélyes, mindig veszélyes, de most jön Sofi! Hát persze, hogy jön! Miért lenne veszélyes? Horváth Sofi, itt van a hetedik védése. Bravo, bravo, csak dicsérni tudom, jól van. Nagyszerű kapus teljesítmény, hangsúlyozom Molnár Annát, Horváth Sofit is, és most a kispad megtapsolja a 17 éves kapust, nagyon jó. Burkhardt Viki, kijön rá megint Finta, Holzberg lehúz, ott a helyzet megint, és megint kimarad, Holzer, ennyi.
ide jön le jobb szélre a helyzet, de meggyőződésem, hogy ezt tudatosan engedik, igen. Behúzottak Burkhardt Lukréciára, és engedték lőni itt Holzert a szélén. Ajjajjajjaj, beleakadt a kapus lábába. Ha egyenlítenek, akkor ez nagyon rossz tendencia. Hova? Ó, szép volt. Szép volt, ezt is összeszedte, megfogta, ott a levegőbe patak, aztán jön le, 24-24. 51. percben vagyunk, hölgyeim és uraim, és azt kell, hogy mondjam, nem olyan régen még hárommal ment a Hévíz, most nem jó a tendencia, nem jó sajnos. Holzbe. Megint ide jön a helyzet, most nem viszi be Holzer, lehet, hogy így volt jó. Holzer, megint itt a helyzet. Ó, ezt tudatosan csinálják. Tudatos, ez teljesen tudatos. Harmadik helyzet, nagyon sajnálom, itt 16 éves sportolóról van szó. Ide engedik. Ezt nem hallottam a időkérésnél, de ez tudatos. És egy olyan jó kettes pozícióban lőhetett hármat, és kimaradt mindegyik. Itt pedig betör a szélső, és bepattint, vezet az ellenfél. 51. percben, hölgyeim és uraim, a bajnoki dobogó harmadik helyének várományosan Nagyatád először vezet a mérkőzésen, 25-24-re. Tud-e egyenlíteni, Hévíz? Szólnak a dobok újra, próbálják a lányokat biztatni. Burkhardt Viki elment bálósba, ott lesz mellette mindjárt Lujó is. Most Balogh Blani is egy kicsit elhalványult, próbálja bevinni a labdát, ellövi. Könnyedén, nagyon könnyedén védi ezt neked a kapus. Torma. Bent van a falba. Igen, bent van a falba Burkhardt Viki. Kijött Burkhardt Lukrécer, őt követik. Nem sikerül belőtt, pedig jó lett volna, mert akkor 7-es van. 24-25. Először vezet az Atád. Holzberg, pokol izgalmas mérkőzés. Borsi. És ott a gól! Hát ez a Zsófi! Ez kell! 25-25. Egy váratlan átlövés, és már is egyenlít a Hévíz. No, lássuk. Hát itt most pokol izgalmak jönnek. Van 5 perc. Jött a csere a szélen. Lement Holzer, bejött helyette Borsi Bianca, kíváncsi vagyok, őt is hagyják-e ugyanúgy lőni, mint ahogy Holzert. Horn, itt már mindent Horn és Patak dönt el, igen. Jó volt a védekezés. Összezárni mondja Gnibad, ilyen 25-25, pakol izgalmak itt a lelátón is. Horváth Szofi, most kellene egy picit hozzá segíteni a csapatot egy-két bravúrral. Nagyon kíváncsian várom, hogy lesznek. Hoppá, és megvan a labda! Mehet a vezetésre a Hévíz! Itt már nem szabad hibázni, lányok. Tudtunk hibázni. Fekete elkapkodta. Nem kellett volna. Gyorsan akartuk megoldani. Elkapkodta. Ez nagyon nagy rutintalanság volt. 25-25. Van még pár perc. Kapusaink jól teljesítettek, Molnár Anna és Horváth Szofi is 7-7 védéssel segítette a csapatot. Jó védekezés ismét Burkhardt, még van erő, úgy látom a lábakba. Most behozták Morácot is kettesbe védekezni. Óriási, Szofinak megvan, megint megyünk a vezetésért, megint! És most kér időt Kisné Gliba Adrián, és azt mondom, jól teszi, meg kell próbálni még a lehetetlent. Hú, nagyon fáradt már Viki, ahogy látom, jön ide a kispad közelébe. Molnár Anna kortyoltatná Horváth Szofit, nézzük. Igen. Feketét biztatja, semmi baj, de ő is tudja, hogy az előbb az a elveszett labda az nagy hiba volt. Türelmesen játszunk. Most Borsi is bennmarad a pályán, hát ha ő lesz a nyerő ember. Most Holzer és Fekete, két szélső. És megint azt mondom, nagyon hiányzik. Nem csak a két nekás lány, hanem visszajön Molnár Anna. Hanem sajnos nagyon hiányzik, én úgy érzem, a Horváth Laura is. Ő is a szélről tud segíteni. Sok nagy csatát látott. Burkhardt 25-25. Próbál
mindent csinálni, mondja. Pár perc van hátra. Jön finta rá. Holzbauer. Borsi. Borsi elmegy, és védi a kapus. Nyerő ember lehetett volna Bia. Ó, de kár. Ez tudatos volt, itt a jobb szelünket engedték egyfolytába. Látták, hogy nincs balkezes benne a pályán. És Morsi és Holzer is belehibázott. Kár volt. 25-25. Ott nincs mese. Ott nincs mese. Fölpörgették a bálóshoz, és Brezovski, azt kell, hogy mondjam, az első akció gólját lövi. Összességében a meccsen a hatodik gólját, de ezt nagyon fölvéste. 25-26, ott az előny. Kétszer mehettünk, háromszor mehettünk az előnyért, egyszer sikerült, kétszer nem. Balog ellövi, védi a kapus. Nagy a baj, ha most gólt lőnek, nyernek. Hát rendesen belehibáztunk itt a végén. Azt mondom, hogy saját magunkat vertük meg. Jól mondja Lanc Katalin, van még idő, védekezzél, de sajnos nem jó a tendencia. Patak, Horn, ketten megoldják, senki több, csak Patak. Ez pedig jó beállás lett volna. Patfiki nagyot védekezett Brezovskival. Sportszerű egyébként Brezovski is. Ez fontos lenne, hogy kivédekezze a csapat, ha nem, akkor elhúzik a két pont. Meg fogja oldani. Igen. Nem Molnára, de meg fogja. Patak. És itt tessék megfigyelni Patakon. Nem is adják másnak a labbát, mert szinte ilyenkor munkat. Ismét van sanszú. Meg akarja oldani egyedül. Jön Vik is. Szerencsére szólt a sipszó. Burkat sietne, két burkat, megpróbálják egymást helyzetbe hozni. Holzberg, itt hagyják a helyet, tessék figyelni a jobb szélen, igen. Nem viszi be Borsi. Holzberg lő, véd a kapus. Mindenki belehibáz a végén. Azt kell, hogy mondjam. Holzer, Borsi, Holzberg, Balog. Itt a végén mindenki belehúzott. 25-26, sorsdöntő támadásban nagyot át. Nagyot játszott pedig a Hévíz, jók voltak. Molnár véd még egyet, persze, hogy véd, hát a jobb kettes lőt, mondom én. És eladtuk a labdát. Egy hiba volt, Molnár megpróbálta Borsival megoldani a helyzetet, nem sikerült. Volt sanszunk bőven. Hú, mennyi volt itt az utolsó 5 percben. Ezt is fogja Molnár, tizedik védése, nem becsúszott a kapuba, ez viszont vereséget jelenti, 25-27, azt hittem megfogta. Holzberg, Balog, már lőni kell. Borsi, nincsen bizalom, nem visszük be a labdát. Balog, hogy levédekezték, hetes, igen, faltal védekezték le, itt még van egy kicsi sansz. És jön Holzberg. Igen, nem nagyon kapott hetest. Hévíz, az ellenfél kapott hatot. Abból ötöt belőttek. Holzberg, ő is belehibáz. Ismétlésnél belelépett. Kikapott a Hévíz. Itt a végén hibát hibára halmoztak. Vezet a nagyatát. Ők maguk se hitték szerintem a 45. percben, hogy megnyerik a meccset. Bár Horn és Patak kitűnően játszott, de nagyon a Hévíz dominált. Ezekkel a betörésekkel nem nagyon jó védekezett egyébként a Hévíz összességében, de Patak és Horn betörésével nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Fölé megy, de még mindig van sanszunk. Ó, itt egy sérülés. Az nem néz ki jól, nem tudom miért nem megyünk oda hozzá. Van Gyuró is a csapatba.
kezére esett rá, igen. Ezek nem jó pillanatok. Kézilabda pályán. Borsi Bianca csipőretett kézzel. Volt egy nagy sansza itt, az még fontos lett volna. És szól a taps, igen. Lejön az Atádi játékos. Nagyon fogja a könyökét, igen. Kisnégliba Adrián időt kér. 25-27. Gergály a képen melegítőbe, ő nem kapott ma lehetőséget. Gergály Sára. Holzbauer már csipőre teszi a kezét. Burkart is úgy látom, már nem hisznek a lehetőségbe. Rosszul esett a kezére a játékos, mondja Borsoni. Könyökesérült hallom. Azért milyen jó, ugye, hogy van egy gyúró a kis padon. Sajnos Hévíznek nincs ilyen stábja. Ezért ebből a szempontból ez profi csapat. Holzberg. Lehetne még egyet lőni. Balog, el kell lőni, Blani, ne törődj vele, lőni kell. Lujó megteszi, kapufa nincs velünk. És övék a labda. Húha, azt kell, hogy menjem itt az utolsó 8 percbe, 7 percben mindenki belehibázott. Szép játék, szép gól, 25-28. Utolsó percben vagyunk. A Tádiak fognak ünnepelni a meccs végén, de büszke lett a Hévíz, mert idén legjobb játékát nyújtott a Holzberg, bevés egyet, a szemez lett a vége, így van. Hölgyeim és uraim, jól játszott a Hévíz, mégis az utolsó 8 percben elkövetett hibák folytán veszített két góllal a dobogó harmadik helyén álló Nagyatád ünnepelhet. Én azzal búcsúzom, Hévíz, Nagyatád 24-26. Illetve 26-28, tehát két góllal győzött a Nagyatád itt a Hévízi Sportcsarnokban. Találkozunk két hét múlva, akkor a Balaton Boglár lesz a vendég, remélhetőleg akkor győz Kisnégliba Adrián együttese. Én azzal búcsúzom, Hévíz Nagyatád 16-14-es félidő után 26-28. A viszontlátásra, viszonthallásra.